Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Szilasztria, avagy párom a tükröm. Ezzel a címmel akkor a negyedik évfolyamnak az előadásait elkezdem, illetve hát már felhívtam a figyelmet, hogy a párom a tükröm eddig felhelyezett anyagait kérem megnézni, mert ezek az anyagok abszolút összetartoznak a szilasztriával. A körábra, amelyet ide felrajzoltam, az szimbolikusan megfelel a horoszkóp körének. Tehát a világmindenség, a Földet körbevevő világmindenségnek, és hogyha ezt az adott földrajzi terület meridiánjával megfelezem, akkor ezt a világot, ami a bal oldalon van, azt nevezzük az én világának, és ezt a világot, ami a kedves nézők felől a jobb oldalon látszik, ezt nevezzük a te világának. Ez így is jelenik meg, hogyha meghúzzuk az aszcendens-descendens, tehát a horizontális tengelyt, akkor azt látjuk, hogy az én világa és a te világa egymást tükrözik. Ha az úgynevezett első házat behúzom, akkor annak a tükörképe a hetedik ház. És mit jelent ez az asztrológiában? Az én háza, tehát akit én önmagamként megélek, és téged, kedves külvilág, azaz minden másik embert. Ez nem csak azt jelenti, hogy a társamat, a házastársamat, feleségemet, férjemet, hanem minden másik embert, aki rajtam kívül esik. Márpedig, ha én a szememmel azt látom, hogy ő ott van egy másik helyen, velem szembe, féloldalasan, teljesen mindegy, akkor az azt jelenti, hogy ő rajtam kívül esik, tehát én őt úgy élem meg, mint a külvilágot. Na most ez azért gyönyörű, mert hogyha tovább megyünk, akkor kivel szeretnék én azonosulni? Ki az, aki hozzám a legközelebb áll? Ha már meghúztam a függőleges tengelyeket, akkor rögtön itt van a negyedik ház, és itt van, ezt most itt letörlöm, a tizedik ház. A negyedik az inkább az apa, a tizedik meg inkább az anya. Függetlenül attól, hogy eredetileg az ezeknek megfelelő jelek, a rák és a bak, azok fordítva mondanák, hiszen a rák, a negyedik jel, az inkább kapcsolódik az anyával, és a tizedik jel, a bak inkább kapcsolódik az apával. Igen, csak ez az az időszak volt, amikor még anyajogú társadalmakban éltek az emberek. Tehát amióta ez megfordult, és a származás apai módon történik, bár még mindig nem mindenhol a világon, ott nagyobb hangsúlyt kap a négyes házként az apa, és a tízes házként az anya. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha én fiúnak születtem, akkor az apámra szeretnék hasonlítani. Ha lánynak születtem, akkor az anyámra szeretnék hasonlítani. Viszont minden olyan ember, aki rajtam kívülálló, ha én férfi vagyok, könnyebben azonosulok a másik férfival, mert az apám is férfi, és úgymond minden nőben valamilyen szinten megélem azt a fajta szerelmi életet, amelyet az anyám iránt értem meg, vagy fordítva, ha lány vagyok, akkor mindenféleképpen az apámba vagyok szerelmes, és minden férfi nekem potenciálisan egy apa lehetőség.
Természetesen itt nem keverjük össze a idealizálást a szexuális élettel. Tehát nem arról van szó, hogy azért, mert szerelmesek a fiúk az anyjukba, azért mindegyik lefekszik vele, vagy fordítva. Természetesen tudjuk a történelemből, hogy ez is előfordult. Tehát a világon volt ilyen is, hogy valaki lefeküdt az apjával, vagy az anyjával. Visszatérve, hogy ne legyen akkora zavar, most egy picit törölgetek, és ismét a úgynevezett féloldalas analógiát szeretném megmutatni. Tehát a szerelem vonatkozásában, ha én fiú vagyok, tehát férfinak élem meg magam, akkor hasonlítani szeretnék az apámra, viszont minden nőben az anyámat keresem. Tehát ebből az következik, hogy az anyámat kivetítem a külvilágra, és ez a tudattalanomban van, ez nem tudatos, ez automatikus, tehát minden nőben valamilyen módon egyrészt felismerem az anyámat, másrészt felismerem azt az archetipikus női analógiát, amely az anyámban is felismerhető. Tehát magyarul tovább megy a tudattalan, Carl Gustav Jung az, aki utal arra, hogy valójában az anima, tehát a női ideálkép, az egy sokkal tágabban értelmezhető női ideálkép, bár hozzá kell tegyem, azért raktam ide ezt a nyilat, mert ez a 8. házzal analóg. Tehát az anima, vagy az animus, ide is írom, az anima, vagy az animus, analóg a 8. házzal. Tehát ugye a férfiak számára nevezzük animának az öröknő idealizált képét, és természetesen az örök férfi idealizált képét nevezzük animusnak Jung után, aki ezt behozta a pszichológiába. Mind a kettő tudattalan, tehát nem tudatos. Az egy dolog, hogy esetleg bennem van, hogy hát az apámba is szerelmes voltam, vagy az anyámba is szerelmes voltam, és ilyen értelemben most úgy élem meg, hogy hát a karcsiban is azt látom, mintha az apám lenne, de több van benne. Tehát nem csak az apám, hanem annál jóval több. Igazában véve azok a leglényegesebb motivumok, amelyeket az apám is az örök férfi analógiából magába olvasztott, az apján, a nagyapján, a dédapján, stb. Keresztül. Ez van megtoldva az én animus képemmel, ezt most a hölgyeknek mondom, és ezáltal a jelenlegi mondjuk udvarlomba, Károlyba belevetítem ezeket a dolgokat. Tényleg benne vannak? Lehet, hogy benne vannak, nem biztos, hogy benne vannak. Az a lényeg, hogy én vetítem rá azt, amit az apámon keresztül az örök férfi archetípusban megélek, tudat alatt, nem tudatosan, tehát nem tudok róla. Ezért a szerelem, az valójában a saját vetített képem arra az emberre, tehát végül is a vetített képembe leszek szerelmes. És ugyanez a helyzet fordítva. Velünk férfiakkal az örök nő, akit az anyánkon keresztül élünk meg, és most mondjuk az Ágira vetítjük rá, az Ágiba vagyunk szerelmesek, de nem az Ágiba vagyunk szerelmesek, hanem a vetített képbe. Tehát olyanná próbálunk, olyan analógiákat fedezünk föl abban a nőben, amit valójában mi szeretnénk benne látni, és a valóságnak ehhez sok köze nincsen. Tehát itt kezdődik az úgynevezett szerelem,
ami, hogyha belegondolunk, akkor a szerelem az nem más, mint a saját animánk, vagy a saját animuszunk megszállása ránk nézve. Tehát beleszerelmesedünk az animánk, vagy az animuszunk képébe, amelyet egy az egybe rávetítünk Károlyra, vagy Ágnesre. Ezek után teljesen természetes, hogy amikor huzamosabb ideig együtt vagyunk ezzel a csodálatos nővel vagy férfival, akkor ezek után a következő nagyon izgalmas kérdés az az, hogy meddig fog ez tartani. Azt szokták mondani, hogy a szerelem elmúlik, erre én azt mondom, ha hagyjuk. Mert igazában véve újból és újból rávetíthetem Ágnesra vagy Károlyra az én animuszomat vagy animámat. A kérdés csak az, hogy elveszi a kedvemet az a felismerés, hogy a Károlyban a felesem igaz azzal, amit látok, vagy a Ágnesban a felesem igaz azzal, amit látok. Ezért szokták azt is mondani, hogy az emberek lakva ismerik meg egymást. Nem kunszt egy randevúra, tehát azt gondolom, hogy mindenki a lehető legjobb oldalát, formáját szeretné egy randevún megmutatni. Tehát úgy is mondhatnám, hogy el szeretné bűvölni azt a férfit, vagy el szeretné bűvölni azt a nőt. Igen, de ez tart addig, amíg találkozgatunk, beszélgetünk pár órát, amíg idézőjelben lenyűgözzük a másikat, de aztán eljön az az időszak, amikor kezdünk komolyabb elképzeléseket is megfogalmazni, és akkor az idealizálás tárgyköréből, a 8-as ház úgymond tudattalan tárgyköréből, és a 9-es ház idealizált tárgyköréből átmegyünk a 7-es ház racionális tárgykörébe, azaz azt mondjuk, hogy szeretnék egy társat. És úgy gondolom, hogy te lennél az a társ, akivel én leélhetném az életemet. Mondja ezt, vagy gondolja ezt egy nő, vagy egy férfi a másikról. Hogy ez igaz, vagy nem, az egy másik kérdés. Egy picit most álljunk itt meg, tehát itt tartunk, hogy szerelem, és akkor még egyszer menjünk vissza ahhoz az alap koncepcióhoz, hogy azt mondom, férfi vagyok, olyan erős szeretnék lenni, mint apu, meg olyan vagány, meg olyan fantasztikusan őszinte, meg mit tudom én, teljesen mindegy. Tehát elsősorban olyan analógiákat veszek észre a saját természetem folytán, amelyekkel szeretnék azonosulni, és azokat azt az apám tulajdonságaiból átveszem. Ugyanez a helyzet a hölgyekkel. Ők meg az anyák tulajdonságaiból veszik át. Na most oké, csak ha így nézzük, hogy én akár férfi vagyok, akár nő vagyok, magamba olvasztottam az apám 23 kromoszómáját, és magamba olvasztottam az anyám 23 kromoszómáját. Tehát genetikailag az apámból és az anyámból vagyok összerakva, ezért amikor társulásos értelemben találkozunk, akkor én valójában magammal viszek egy képet az apámról, magammal viszek egy képet az anyámról, egyfajta gyakorlati szocializációt, ahogy én megismertem az apámat és az anyámat, és amikor
mi ketten, mert természetesen a párom is ugyanúgy hozza magával az apját és az anyját, tehát amikor összeköltözünk, akkor valójában hatan költözünk össze. Tehát nem kell, hogy ott lakjon az anyós és az após, de a páromon keresztül ott lakik. Ha a párom szempontjából nézem, rajtam keresztül az apám meg az anyám is ott lakik. Tehát hiába kaptunk egy gyönyörű lakást, és mi csak ketten önállóan megalapítjuk a saját közös életünket, ott lakunk hatan. Még akkor is, ha fizikálisan az anyám és az apám, az apósom és az anyósom nem lakik ott. Viszont rengeteg olyan tulajdonságot fog az én társam hozni a mindennapi viselkedésében, hiszen így szocializálták, hogy ennek következtében valójában nap mint nap találkozunk az anyósunkkal és az apósunkkal a párunkon keresztül. Ezért is mondják azt, hogy lakva ismerik meg egymást az emberek, hiszen amikor összeköltöznek, akkor ott gyakorlati kérdések vannak. Nem akarok undok lenni, de azért nem mindegy, hogy valaki használja a WC-kefét, vagy nem használja azt a nedves WC-kefét. Az ülőkét lehajtja, vagy nem hajtja le. A fogkrémet hogy nyomja ki a tubusból, vagy hogy nem nyomja ki, egyáltalán ki nyomja-e. Tehát itt rengeteg kérdés van. Fontos neki a kézmosás, nem fontos neki a kézmosás. Nem akarok mondok lenni, mert még számtalan, igazában véve kulturális kérdést fel lehet hozni. Mit csinál? Csámcsog az asztalnál. Nem csámcsog. Jó, mindegy. Szóval rengeteg olyan dolog van, amit igazában véve, ha elég nagy az idealizált képünk az animusról és az animáról, akkor sok mindent elfogadunk. Sok mindent elfogadunk Károlyban vagy Ágiban, de nem akarok ez a két névhez ragaszkodni, Józsiban vagy Bernadettben. Az a lényeg, hogy napról napra újabb és újabb, és akkor itt egy újabb csodálatos magyar szó, ábránd, ábránd. Mi az ábránd? Egy ideál kép. Ábrándozok valamin, na de az én ábrándom, az nem a valóság, én a saját ábrándomba szerelmesedtem bele, a saját ideál képembe ábrándoztam, ábrándoztam egy szép fiúról, egy szép lányról, egy okos fiúról, egy okos lányról. Nem mindegy. És amikor azt mondjuk, hogy ez az ember nem olyan, akkor a magyar nyelv azt a szót használja, hogy kiábrándultam belőle. Milyen gyönyörű. Ténylegesen nem ő belőle ábrándultam ki, hanem a saját ábrándomból ábrándultam ki. Vagyis a legnagyobb probléma az, hogy mit vetitek a másikra. Amikor úgymond szerelmesek vagyunk, ugye ezt is mondja a magyar közmondás, a szerelem vak. Oké, éppen ez az, amikor szerelmesek vagyunk, akkor észre se vesszük, hogy a Feri piszkálja az orrát. Hát ne, csak úgy oda nyúlt, ez csak ilyen előfordul, hát én is előfordul, hogy megvakarom az orromat, megviszket, mit tudom én. Nem mindegy, hogy hogyan. Amikor ezek kezdenek kiderülni, akkor az a nagy kérdés, hogy a saját értékrendünkben az ábrándunk különböző pozíciói, különböző érték pontjai, azok mekkora gellert kapnak.
Tehát nem most mindig kezet, de állati rendes ember. Oké. Tehát magyarul a rend az nem teljesen igaz rá, mert ha nem most mindig kezet, akkor ennyire nem rendes. De ugyanakkor meg elpakol maga után, kisegít az autóból, most mintha nő lettem volna, úgy fogalmaztam. Mit tudom én? Tehát különböző, tehát a saját értékrendi észlelésem alapján azt mondom, hogy igen, őt érdemes szeretni, mert nagyon sok olyan értékkel rendelkezik, ami nekem fontos. Ugyanakkor elmondhatom azt is, hogy a másikban kiábrándító viselkedési formulák, azok valójában azt jelképezik, hogy ténylegesen sehol sem vagyunk, ugye azt mondjuk szerelmesek vagyunk, a szeretettől sehol se vagyunk. Azt hiszük, hogy hát ha szerelmesek vagyunk, akkor szeretjük. Nem. Nem. Szerelmesek vagyunk, az azt jelenti, hogy nem látunk, nem hallunk, úszunk a mámorban, úszunk az ábrándjainkban, a valósággal semmilyen kapcsolatunk nincs. Ez a szerelem mánia, ez mondjuk az utóbbi évszázadnak a nagy hajtása. Jó tudom, volt Rómeó és Júlia, meg Trisztán és Izolda. Nyilván mindig volt a szerelem, de a gyakorlatban. Tessék csak belegondolni, hogy mondjuk azt mondja Brigitta az édesapjának, hogy na te édesapám, én nem akarok a Lászlóhoz feleségül menni, én a Lászlót nem szeretem. És mit válaszolt mondjuk 1935-ben a kedves papa, vagy 25-ben, vagy 15-ben, vagy a múlt, már úgy értve, hogy a 19. században? Nem baj, édes lányom, majd megszereted. Mi kinéztük neked őt, ő lesz a párod. És hát persze lehet azt mondani, hogy felháborító, hogy én nekem az apám dönti el, vagy az anyám dönti el, hogy kihez mehetek feleségül, vagy kit kell elvennem feleségül. Tehát kit fogok elvenni feleségül. Az a helyzet, hogy Indiában ma is kinézik egymásnak a társakat, bár hozzá kell tegyem, hogy éppen India az az ország, ahol szinte minden házasságot asztrológiai alapon kötnek meg. Tehát lehet, hogy ott a szerelem az később beindul, mert ezt nem lehet kizárni. Ugye az ember azt gondolja, hogy hát a szerelem az mindig megelőzi a házasságot. Nem feltétlenül. És hadd mondjam el, hogy a szerelem az egy sajátságos belső állapot, egy ábránd, egy kivetítés, az animust látom a páromban. Ha nem hagyom magam leteríteni negatív viselkedési formulák által, akkor újból és újból szerelmes lehetek a páromba. Az a nagy kérdés, hogy minek adok hangsúlyt. A szerelmességem állapotának, tehát, hogy szeretek szerelmes lenni, és szeretek belé szerelmes lenni. Vagy pedig, na de hát, mit tudom én, ezt csinálja, meg ezt csinálja, meg ezt csinálja, és akkor ilyenkor van az, hogy elmúlik a szerelem. Beleakadok a saját kritikámba, beleakadok abba, hogy nincs bennem valódi elfogadás a másik felé, hanem ő valójában úgy kellene, hogy viselkedjen, ahogy én megszabom neki, ahogy én elképzelem, ahogy engem tanítottak. De ez nagyon sok esetben, állítom, hogy az esetek 90%-ában nincs így.
Tehát igazában véve, amikor szerelmes vagyok, akkor nem is ismerem azt a másikat, hanem a saját vetített képembe vagyok szerelmes. Amikor pedig elkezdem a saját rendszabályaimat érvényesíteni egy családi együttlakás folyamán, akkor valójában ténylegesen nem is érdekel, hogy mi van a másikkal, hanem azzal foglalkozom, hogy az érvényesüljön, amit én akarok. Na ez az egoizmus. Tehát nyitottá válni a másik felé, befogadni a másikat. Az igazi befogadás az az, hogy elfogadom ezekkel a tulajdonságaival együtt. Ugye a másik ilyen típusos probléma, hát most nem úgy viselkedik, ahogy én szeretném, de majd, ha összeköltözünk, majd megváltoztatom, majd olyanná alakítom. Én nem mondom, hogy az együttlakás dörzspapírja, idézőjelben, az nem segít, hogy egymáshoz alakuljon a két ember, de vannak olyan alapvető tulajdonságok, amit ha elnyomunk a másikban, akkor annak az a következménye, hogy előbb vagy utóbb az a tulajdonság ki fog robbanni. Na és itt jelenik meg, innentől kezdve kezd érdekessé válni az asztrológia. Hiszen az a másik ember ugyanúgy rendelkezik a születése pillanatában 12 állatövi jellel, van benne kos, bika, ikrek, rák, stb. Ugyanúgy álltak valahogyan az égi testek az égen, ugyanúgy elhelyezkednek ezek a jelek kombinálva a házakkal, a bolygókkal, és innentől kezdve kezd izgalmas lenni a dolog. Innentől kezdve egy rendkívül izgalmas dolog a szinasztria. Hiszen valójában megértem azt, hogy mi az, ami baromira nem tetszik a másiknak, mi az, amit nagyon szeretne belőlem hozni. Tehát most gondoljunk bele, ha csak a négy elemről beszélünk, a tűz, a föld, a levegő és a víz. Egy földies alaptípusú ember, mondjuk egy szűz aszcendens, egy bak aszcendens, egy bika aszcendens. Ugye meg lehet kérdezni, hogy miért találkozik egy ikrek emberrel? Hát azért, mert mondjuk az apja vagy az anyja is ikrek volt. És mi irritálja ezt az embert? Hát a földies jelet a másik mozgási mániája fogja irritálni. A földies jel nyugalomba szeret lenni. A földies jel sokkal barátibb viszonyban van a mozdulatlansággal, mint az örökös mozgással. Tehát szó szerint megörjítik egymást. Már megint mész? Már megint hova mész? Hát miért nem jössz velem? Nincs kedvem, fáradt vagyok. Ez egy típusos beszélgetés mondjuk egy ikrek és egy bika között. Teljesen természetes. Tehát itt jön be az, hogy tényleg meg akarom ismerni a társamat. Akkor meg kell ismernem a képletének minden kis szegmensét, hogy megértsem, hogy ő hogy működik. És azt is el kell fogadnom, hogy én hogy működöm. Nem arról van szó, hogy fel kell magunkat áldozni a másik oltárán, hanem arról van szó, hogy meg kell találnunk azokat a, nem könnyű megtalálni, azokat a közös nevezőket, ahol idézőjelben a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmaradt. Tehát a másik is jól jár, meg én is jól járok. Ugye? Tehát azt mondja a bika, hogy mint a régi sláger, gyere, ülj kedves mellém. Azt kérdezi az ikrek, mikor?
Ha most mennem kell, mielőtt még elmennél, úgy mondja a sláger, gyere ülj kedves mellé, mielőtt még elmennél. Ez óriási, csak egy probléma van vele, hogy tehát ugye most gondoljunk bele, hogy teszem azt mondjuk, azt szeretné a másik, hogy egy kicsit ölelgessék, csókolgassák. Hikrek azt mondja, na jó van, most akkor adok neked 3 puszit, az elég? Hát ennél csodálatosabb felkiáltást. Hát igazában véve ez borzasztó, ez nem elég, ez kriminális. Ugyanis hát ezeket nem lehet mérlegre tenni. Ilyenkor jön egy őszinte felkiáltás a másik részéről, hogy neked nem esik jól, hogy engem ölelgetsz és csókolgatsz. De, jól esik, de hát mennem kell. Na hát itt kell közös nevezőt találni. Többször előfordult már, hogy felkerestek házas párok, vagy úgymond jövendő házas pár jelöltek. És hát többször próbáltam nekik elmagyarázni, hogy hát Ibolya Sándor nem egészen úgy működik, ahogy maga elképzeli, ahogy Ibolyka azt elképzeli. És Ibolya így riadtan rám nézett, hogy hát hogy nem? Hát mondom, mert a Sándorban ilyen meg ilyen tulajdonságok is vannak. Tényleg? És akkor ott ül a férfi az asztalnál, mert ketten jönnek el. Hát miért ezt eddig nem vetted észre? Hát nem. Pedig nekem ez fontos, mondja a Sándor. Igen, Sándor, de az Ibolyának meg ez a fontos. Tényleg Ibolya, kérdezi a Sándor. Nagyon izgalmasak ezek a közös beszélgetések. Nyilván, amikor majd elkezdünk horoszkópokat értelmezni, akkor előjönnek ezek a tulajdonságok, hogy ki hogy van ezzel az egésszel. Ezért is van az, hogy a szinasztriát, azt nem azzal kezdjük, hogy elkezdünk két horoszkópot összehasonlítani, hanem először megnézzük A-t, mondjuk a nőt, aztán megnézzük B-t, mondjuk a férfit, és ebben az esetben megvizsgáljuk, hogy ki mire számít, ki mire indul be, kit mi érdekel. Hiszen erre fog majd épülni az ő kettőjük közös kapcsolata. Hát remélem, hogy érthető volt minden, amit elmondtam. Ez volt a bevezető, és akkor innentől kezdve legközelebbi alkalommal találkozunk. Isten áldja önöket, viszontlátásra! Megrakják a tüzet, mégis elaluszik. Nincs az a szerelem, ami el nem múlik. Ragd meg, babám, ragd meg, lobogó tüzedet, hadd melegíted.